Sziasztok! Mire használják a vérplazmát? Milyen sűrűn lehet adni? Én azt se tudtam eddig, hogy létezik ilyen. Mit kapsz azért, ha elmész és adsz a tiédből? Bár véresen hangzik, ennél azért sokkal fontosabb történet kezdődik. Ma megnézzük a Plazma Centerben, hogy miről is szól a plazmaadás. A vérben lévő plazmában, ide lehet, hogy kellene egy plazmaszámláló. Szóval, a vérben lévő plazmában olyan fehérjék találhatók, amik elengedhetetlenek bizonyos gyógyszerek előállításához. Vele született betegségek, mint például vérzékenység és immunhiány, valamint balesetek és műtétek során, mint például súlyos égési sérülés vagy transzplantáció esetén segíthet a te plazmád is. A véradás és a plazmaadás között az a különbség, hogy utóbbinál egy speciális gép segítségével kivonják a véredből ezt a kis csodaszert, azaz a vérplazmát, ami amúgy 90%-ban vízből áll, majd visszatöltik a többi alkotóelemet szervezetedbe. Tested gyorsan reagál, 3 nap alatt képes újra termelni a plazmát, amit megfelelő folyadék és fehérje bevitellel meg is tudsz támogatni. Így aztán, ha szeretnéd, már adhatsz is újból plazmát, a Plazma Center szakemberei hetente javasolják a plazmaadást. A jelentkezés előtt igyál bőségesen 2-3 liter folyadékot. Természetesen alkoholmenteset. A legjobb a víz. Ezután meg is kezdődik a helyszínen az adminisztráció, majd utána az ingyenes orvosi vizsgálat, amiből kiderül, hogy egyáltalán lehetsz-e donor. És ha úgy nézzük, már itt meg is kezdődik a juttatások sora. Ezekért a vizsgálatokért máshol fizetned kellene. Itt meg ingyen megkapod. Ráadásul nem csak az első alkalom során, hanem minden plazmaadásod előtt megvizsgál az orvos. Így nyugodt lehetsz, hogy minden rendben van veled, illetve ha doki talál mégis valami eltérést, akkor biztos lehetsz benne, hogy segíteni fog téged az egészséged megőrzésében. Emellett minden plazmaadáskor kapsz pénzt, extra bónuszokat és a megfizethetetlen érzést, hogy segítettél valakin. Azért ez sem elhanyagolható. Tágabb értelemben mindegy család vagyunk, és segíteni jó. Még akkor is, ha nem tudod, hogy kin vagy kiken, de egy biztos, hogy segítségeddel hozzájárulsz ahhoz, hogy valakinek teljesebb élete lehessen. Magyarországon éves szinten 500 ezer rendszeres plazmaadóra van szükség ahhoz, hogy az ellátás zökkenőmentes legyen. Szóval, légy te is bátran plazmaadó!